a célotok ezzel a rendezvénnyel? Tomorrowland! Megborult a nappal este? Jó vagyunk! Sziasztok, jó vagyunk! Figyelj, én azt mondom, hogy csillagos ötös! De egyébként... Megint mi hát a dar! Jó a buli! Sziasztok, Szabó Ádám vagyok, és ez itt a Party Shakers. A mai napon itt vagyunk Jászberényben, a 4. Jász Kolbász Töltő Fesztiválon. Tartsatok velünk a mai adásban is! Miért szerettek ide jönni a Kolbász Töltő Fesztiválra? Hát igazából egy hatalmas buli az egész, nekünk ez már a harmadik alkalom. A másodikon voltunk ott először, azóta folyamatosan jövünk, és hát ilyen hangulat van. Hogy lehet egy ilyen fesztiválra készülni? Hát készíteni kell a gyomrokat elsősorban, mert hogy rengeteg fogyasztás van, alkohol is, meg ital is, meg étel is. Szóval mindenképpen először gyomorban, aztán pedig fejben. Gondolom, ilyenkor nagy mennyiségben fogy a pálinka is. Abszolút, abszolút, így van. Milyen pálinkákat szoktanak fogyasztani előszeretettel? Hát én most saját készítésű alma és szilva pálinkával készültem mára, de a szomszédcsapattól is kaptunk pálinkát, úgyhogy mindenféle volt. Miért vagytok itt a mai napon? Mert mindent töltünk. Mit töltöttetek a mai napon? Pálinkát, kolbász, pálinkát és sört is. És pálinkát is. Mit tudnátok elmondani nekem a rendezvényről? Nagyon jó, szuper. 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 Milyen gyakran szoktál így kikapcsolódni, fesztiválokra járni? Hú, ez jó kérdés, változó. De fesztiválra inkább nyaranta. Mennyire fontos számodra a hagyományőrzés? Nekem nagyon, én 14 évig a Jászság Nép Együttes utánpótlásába táncoltam, aztán azóta visszajárok hozzájuk a Csángó Fesztiválra, és folyamatosan igyekszem őrizni a hagyományokat a saját életemben is, amennyire tudom. Otthon mennyire divat disznót vágni, kolbászt tölteni, pálinkát főzni? Hát a pálinka főzés az számunkra vagy nálunk nem szokás, a disznóvágás az annál inkább. Akkor a következőre mehetünk mi is akár. Nyugodtan gyertek, várunk szeretettel! Mi a jó kolbász titka szerinted? A friss hús. A hús az alapja mindennek, és utána az alapanyag hozzá. Nagyon finom, friss paprika, ami házi paprika, és ennyi. A többi a szeretet, a szereteten múlik minden. Bejöttetek ide a csarnokba, és mi az, ami megcsapott téged a pálinka szagon kívül? A jó hangulat, a szeretet, ami Jászberényben itt van, amit összegyűltek az emberek, mindenki szeret mindenkit, egy kis család van itt, nem is egy kicsi, hanem egy nagy család. Lényegében jó ismert igazából, gondolom a munka miatt, akikkel nem tudtok gyakran találkozni, itt összefutok, aztán le is van rendezve egy évre a talip. Hát nagyjából igen, ja, mi szolnokiak vagyunk, és egész Jász-Nagykun-Szolnok megyében egy összefut a vendéglátósok, a családok, és akkor kikapcsolódunk, és pálinkázunk, töltjük a kolbászt, és táncolunk. Több fontos jubilomunk is van, egyrészt az, hogy Jászberényben ez a második Jászkolbász töltőfesztivál, ezen a helyszínen, amit látok ti is. Másrészt pedig ugye a hozzám köthető König Remember ma egy éves, illetve tegnap volt egy éves, úgyhogy ennek a évfordulóját, születésnapját is üljük, álljuk, táncoljuk a mai napon. Milyen hangulat várható itt még a mai nap folyamán Jászberényben? Az a durva, hogy estére ki fog cserélődni valószínűleg a közönség, mert ugye most, mint halljátok, inkább a mulatós és a kolbász töltős feeling van jelen. Estére viszont ugye ez egy kicsit diszkóssá formálódik, és jönnek majd a klasszik house zenék, Bárány Attilával, velem, meg hát ugye Unblock, a König Remember keretein belül ugye a régi 2004-2010-es vonal. Oh, I
Ma reggel 9-kor megkezdjük kolbásztöltéssel. 10 órakor kamutka max volt mindenkinek. Óriási volt a buli. 11 órától mindenkinek. Mit tudnátok kiemelni a Jász Kolbásztöltő Fesztiválon? A szervezést, a nagyon jó hangulatot és ezt a sok remek embert. Igen. Itt volt velünk Kis Grofó, a Parnokrász, jön még a Wedding Disco, Bárány Attila és a Königrem emberrel zárul az egész. Melyiket várjátok, hogy vártátok a legjobban? Őszintén megmondom neked, én az összes programot vártam, de azt mondom, hogy Kis Grofó nagyon nagyot alakított, a Parnokrász most nagyon jó, Bárány Attilára kíváncsi leszek, nagyon jó buli lesz. A zene az jó. Halló! Halló! Ta-ta-ta-ra-ra-ta-ta-ta-ta-ta. Szevasz, szia, bizu! Gyere, mondjál te is valamit, hogy vagy? Jó, közé szépen! Hogy így eljöttél ide a mai napon? Hát ez úgy volt, hogy az én kedvesem egy hentes, itt volt a fesztiválon, és most frissen szült anyuka, elszabadultam otthonról. Melyik fellépő miatt jöttél el a legjobban? Parnokrász. Vártad már? Nagyon. Zsírondo Feszten is imádtam. Itt maradsz a Bárány Attilán is? Hát ameddig bírom, addig maradok. Hát kolbászt nem töltöttem egyébként, de ami nagyon lényeges ez, hogy ma 800 kg kolbászt töltöttünk be, basszátok meg. Az egyik főszervező vagyok, Józsa Tamás. Kegyetlen, ami itt van reggel 10 óra óta. 10 óra óta folyamatos teltházzal dolgozunk. Amúgy ilyen van? Van, ezek szerint van. Itt Jászberényben. Mit tudnál elmondani a rendezvényről, a kezdetekről? Igazából alattján Zsíronda Fest, ugye, vassanak, és ott 5 évvel ezelőtt volt egy ilyen... Leültünk kolbászt tölteni 5-6 csapattal, és akkor igazából ma itt volt több ezer ember, felfejlesztettük odáig, hogy kinőttük alattján, kinőttük a környéket, és Jászberényben vagyunk bent, ugye a legnagyobb sportcsarnokot tudtuk megtelíteni. Minden évben, évről évre. Megmondom őszintén, én ma voltam itt először, és jövőre jövök másodszor. Honnan érkeztél? Nógrád megyéből. És hogy arra közelben nincs ilyen volumenű rendezvény? Sörfesztivál szokott lenni, de úgy gondolom, hogy megéri ide eljönni. Jó, melyik a jobb, a sörfesztivál, vagy a kolbásztöltő fesztivál? Figyelj, engedd meg nekem, 2 év múlva nyilatkozom. Összehasonlítom a sörfesztivált. Meg fogunk keresni. És itt leszek, elárulom neked. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Itt voltunk a 4. Jász Kolbász Töltő Fesztiválon. Jövő héten egy újabb helyszínre visszük el a műsort. Érdemes lesz akkor is velünk tartani. Addig is sziasztok! Sziasztok! Ne arra, hogy te... itt meg... Szia! Hello! Szia! Hello! Várjál már! Találkoztunk már? Én már tudom, Vary utca. Én nélküle sehova. Ismeritek a srácot? itt van egy táncos nő, kicsit férfinek néz ki. Jó lesz, viszem, jó van, elintézzük. Jó, Pestre vigyük, jó van, Olivér. Hello! Pecskő íze a számban.